Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Évközi 14. vasárnapot ünneplünk. Mai szentmisémet elhunyt Weik Mártonért és Mártonnéért, Katalinért, valamint elhunyt szülőkért ajánlunk fel. Imádkozzunk értük. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és gumasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örülj, Jeruzsálem, s újjongjatok ti is mind, akik szeretitek. Örüljetek, s vígadjatok, akik gyászolnak miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigasz nyújtó kebélén, és teljetek el gyönyörűsége csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr. Íme, kiárasztottam rá a békét, mint folyamot, és mint kiárat patakot a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karikon hordoznak, és tértükön pecéznek titeket. Amint az anya vigasztalja a gyermekét, úgy vigasztalak én is titeket, Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek látán örülni fog szívetek, csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak. Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje. Apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem a testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak,
Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amíg van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok. Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt. Láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves jó testvérek! Két dolog, amit kiemelnénk a szentírási szakaszokból. Az első a béke és igazságosság, a másik pedig az apostolkodás, a munka, a szolgálat. Mindenki óhajtja a békét, különösen most, amikor tapasztaljuk a fájdalmas jelenséget a szomszédunkban, Ukrajnában, hogy micsoda háború dúl. Mindenki óhajtja, mikor lesz már béke. Milyen a világ? Félünk. És a félelem miatt kialakul egy bizalmatlanság az emberek között. Nincs bizalom a másik felé. És amióta ember él a földön, amióta világ a világ, az ember a békére vágyódik, az igazságra vágyódik. Nézzük meg a választott népet. A Babilonba való elhurcolás után milyen nehéz sorsuk volt. És az Isten szava reményt keltő volt számukra. Íme kiárasztom rá a békét, mint folyamot, hallottuk az olvasmányban. Mert a mi Istenünk a béke Istene. Kedves testvérek, az igazi békét, azt nem az ember teremti a saját erejéből. Mindent megtesz azért, ami tőle telik, minden jó szándékú és jó akaratú ember, hogy ott legyen a béke az életemben, a környezetemben, a társadalomban. De ahogy 12. Pius pápa olyan bölcsen mondta, a béke az az ég ajándéka. Mit ígért Jézus? Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Az ő békéje egészen más. Mi a béke gyökere? A szeretet és az igazság. És tudjuk, ha egy fának épp a gyökere,
és egészséges az a gyökér, akkor tud majd jó gyümölcsöt teremni. A béke egyik fő gyökere a szeretet. Mi volt az ószövetségi törvény, a parancs? Szemed szemért, fogad fogért. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. És ezzel szemben Jézusnak a tanítása, mondja, ne szálljatok szembe a gonosszal. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Hú, de nehéz. Nem könnyű. És akkor most fölteszem a kérdést, és mindenki adja meg ott belül a választ. Szoktam-e minden nap imádkozni legalább egy fohászt az ellenségemért? Azért, aki nem szimpatikus számomra. Szoktam-e egy imát mondani azért vagy azokért, akik rosszat akarnak nekem, akik pletykálnak rólam, akik rágalmaznak, akik keresztbe tesznek, akik gyűlölnek, és folytathatnánk a sort. Jézus a kereszten példát adott nekünk. Imádkozott, meghalt mindenkiért, az ellenségeiért is, imádkozott értük, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Két tanítás közül melyik szolgálja az életet? Olvastam valahol, és tudjuk, hogy a második világháborúban, Amerikában, az egyik sivatagban volt egy város. Emberek éltek, ott dolgoztak. Az ott élő embereknek nem volt nevük, csak egy azonosító számuk. Itt készült az atombomba. Ezzel szemben jön Jézus 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, a városon kívül meghal, a kereszten, ott áll a kereszt a Golgota hegyén, a szeretetnek, a megbocsájtásnak, a békének a jele. És ahogy hallottuk a Szentleckében, ma ezzel a kereszttel dicsekszik Szent Pál apostol. És joggal, mert a kereszt által válunk új teremtményé. Ott látjuk a békét Jézusban, a végtelen szeretetet. És ez Jézus ajkairól nem csak üres szavak voltak, nem üres beszéd volt, hanem élő valóság volt. És Jézus ezt hagyta ránk. És ezt a békét kell keresnünk. És ez a béke, az igazság keresése valóság kell, hogy legyen az életünkben. Ezért tanítja az evangéliumban az apostolainak, és tanítja nekünk is. Ha beléptek egy házba, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha megvan ott a béke, akkor lehet szót érteni az ott lakókkal. A békesség fia lakik bennük. Vajon az én családomban ott van-e ez a béke? Megteszek-e mindent azért, hogy ez a krisztusi béke ott legyen? Mert ha béke van, akkor lehet szót érteni. Szoktuk mondani a házasságra készülő jegyeseknek, meg a házasoknak, ha fölindult vagy, ha harag van a szívedben, akkor ne ülj le
a másikkal beszélni. Az nem jó, mert akkor a tányérok fognak csörögni. Amikor lenyugodtál, amikor úgy érzed, hogy már visszaköltözött a béke, a türelem, a nyugalom a szívedbe, a lelkedbe, akkor beszéljétek át a dolgokat. De teremtsétek meg a békét. És kell az igazság. Az igazságról azt mondja Jézus, én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Vagy egy másik helyen azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mindig ki kell állnom az igazság mellett. Kérdezzük, akár megint csak a háborúra gondolunk, az ukrajnai háborúra. Mi az igazság? Hol van az igazság? Keresni kell az igazságot, meg kell élni az igazságot, és tovább kell adni az igazságot. Ez a feladatunk. Persze nagy kérdés, hogy ebben a mai világunkban hogyan tudjuk ezeket átadni, eljuttatni az embereknek. Jézus kiválasztja a tanítványait, és azt mondja, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ezt mi is tapasztaljuk. Milyen kevés a kiválasztott tanítvány. Ha csak az egyházmegyénket nézzük. Előbb a keszői szentmisén mondtam, még vissza tudunk emlékezni Cserháti püspök úrra. Az ő idejében több mint 300 pap szolgált az egyházmegyében. Most alig vagyunk 70-en. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Látjuk a mai evangéliumban az egyházi szervezetünket is, és annak a csíráit is. Vajon mi lesz, ha Jézus elmegy közölünk? Tette föl a kérdést a nép, gondolhatták ezt a kérdést. Tanítványukat küld. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket, és aki titeket befogad, engem fogad be. És nem könnyű apostolnak lenni. De Jézus korában sem volt könnyű. Hogy küldi a kiválasztottakat? Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Hát ugye nem valami dicső jövő vár arra, aki egy életet áldoz föl az Istenért és a hívekért. Mégis vannak, akik fölvállalták ezt, ma is fölvállalják, és föl fogják vállalni. Mennek, hirdetik az igét, viszik Jézust. Mit teszek azért, hogy virágozzék az egyházközségem? Mit teszek azért, hogy minél több pap legyen, vagy szerzetes legyen? Oda tudok-e állni az egyházközségben szolgálni? Oda tudok-e állni a papunk mellé? Miben tudom segíteni? Jézusban meglátjuk a küldött Fiú Istent, meglátjuk benne az Atyát, a tanítványokban Krisztust. És a tanítványokban, a küldöttekben meg sokszorozza önmagát. Milyen csodálatos dolog ez. Várjuk Krisztus második eljövetelét, és ez is feladatunk, hogy előkészítsük erre az embereket. Közös feladat. Mit tett Jézus? Körüljárt és jót cselekedett. A tanítványnak is ez a feladata. Körüljárni a világban, és jót cselekedni. Azaz meg kell élni az örömhírt,
az evangéliumot. Ehhez bölcsesség kell, ehhez béke kell, igazságot kell hordoznunk, elhatározás kell hozzá, bátorság, erő, szerénység. Hova küldi a tanítványait Jézus? Az aratásba. Kifejezetten az aratásba küldi. Már elkezdték az aratást a földeken. Gépekkel aratnak. De régen nem így volt. Az idősebbek emlékeznek rá. Milyen kemény, fárasztó munka volt. Mentek a férfiak aratni. A lányok, az asszonyok mentek markot szedni. Szép volt, fárasztó volt, de ebből született meg utána az élet, a kenyér. Istenünk, te tudod, mekkora a veszélye annak, ha csak vasárnapi keresztények vagyunk. Küldd el szent lelkedet a szívünkbe, hogy Krisztust életünk minden napján erővel és tettekkel képviseljük. Urunk, látod, mekkora a paphiány. Küldj munkásokat, és a papok mellé küldj igazi jó munkatársakat. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Hiszek egy Istenben. Mindenhatalmú Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kiáltsunk testvéreim Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat. Irányítsd, Urunk, szent atyánkat, Ferenc pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják. Kérünk véget, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek. Kérünk véget, hallgass meg minket. Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik javát. Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt. Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat. Urunk Istenünk, te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szerítségét kívánod meg tanítványaittól. Önzésre hajló szívünkbe önsd az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot Szent Fiad befogadására, aki veled éli és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Váradat hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, Mártonról, Katalinról, elhunyt szülőkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Fogadjuk a Szent Mise áldását. Az Úr legyen veletek, és az Örökkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, küldetéstek van. Járjatok Krisztus szeretetében és békéjében. És Isten meg legyen.